éjfél. A gróf lesütötte a fejét, nagyon kedvesen és szemérmesen tudott mosolyogni. 3500 holdot és 7 budapesti házat. No de hova? Elvertem. Mindenki megnémult. Itt, ahol a földet annyira értették, s úgy megbecsülték, a lelkek megállottak. El! Az apám is segített, mondta a gróf. A kapitány felkönnyökölt az asztalra, s szükkerén át maga elé nézett. Ilyenkor érzem, hogy mégis kis ember vagyok. Tudja Isten, hiányzik belőlem az a szép, nagy könnyelműség. Senki nem mosolygott rajta, mert mindenki érezte, hogy az elfogyasztott s ellocsolt palackborok elvesznek, mint a gyermekjátéka emellett az iram mellett. Hogy lehet ezt csinálni? A gróf a cigarettája hamvát leütötte, s szerényen, s kissé huncutul maga elé nézett. Na igen, hát volt, hogy elment a vonat, s külön vonatot fűtette. Itt, ahol a vasúti jegyet is meggondolták az urak, s azért nem mentek fel Pestre 10 éveken át, mert fenekőt vasútra, mély csönd borult el, mint az őszi köd. Hadnagykorodba? Igen. Újra hallgattak, mert ez olyan valami volt, amit lehetett s kellett emészteni, kérődzeni egy ilyen szón. Mikor Marosvásárhelyre megérkeztem, mint tiszt helyettes a huszárokhoz, egyik este a tiszti asztalnál látom, hogy olyan papírt vesznek elő az urak, olyan keskeny, hosszú papírkát is, és kezdik írogatni. Aláírta azt mind. Kezdte az alezredes, s végig a kadetekig. Mindenki ráírta a nevét. Odaír hozzám, nézem. 200 koronáról szólt a váltó. Azt mondja az alezredes. Írd csak alá, fiam, avval se lesz az jobb. Csöndesen nevettek, és összehajoltak. Már én akkor az apámtól ki voltam nevelve. Éppen Pestről mentem le. Az öreg úr értesített, hogy a kaszinóban vacsorázunk. Felmegyek. Már az öregnek be volt hűtve a pezsgő. Kérdi, hogy no, fiam, mit iszunk? Mondom, ha már vele vagyok, pezsgőn alól nem adom. Törlejt, mondtam neki nagy büszkén. Azt mondja rá, szamár. Úr nem iszik magyar pezsgőt. Jó. És az arcán egy kicsi mámor villant el. Nem a gyenge borok mámora, hanem az emlékezésé. Mikor az első adósságot csináltam önkéntes koromban, 5000 koronát, nagyon drukkoltam, mit szól az öreg. Nem ismertem megírni. A kapitányom írta meg neki. Erre az atyám 10000 koronát küldött táviratilag, hogy ha a gyereknek nem volna elég. Jó, mondták az urak, s visszamosolyogtak. Hát itt is. Az volt az első dolga atyámnak, hogy a marosvásárhelyi takarékban a nevemre letett egy kis pénzt. És mikor nézem a váltót, mondom, én ezt nem írom alá, adjanak egy másik papírt. Majd megmutatom, hogy azt egyedül is értékké változtatom. Bámultak aztán másnap, hogy szó nélkül kifizették az aláírásomra a 200 koronát. Mindjárt híre ment egész Erdélyben, hogy Krőzus érkezett Transzilvániába. Melegen feszülten nevettek. 3500 hold és 7 pesti ház, szólt ábrántosan a gróf. És a nő? A gróf mosolygott. A nő is segített. Kérdezi atyám, hol voltatok? Elmondom, hogy egy tánchelyiségben. No, és mit csináltatok? Ittunk, táncoltunk, s így tovább. Mondja rá, meg vagyok sértve.
úri fiú ilyen helyre nem megy. Tarts barátnőt magadnak. Jó. S félig lehúnyt szemmel mosolygott, visszafelé nézett magába a múltba. S ma nincs az az író, aki fantáziával bírja, amit én valósággal csináltam. S ma nincs semmi. Vannak emlékeid, sóhajtott fel a kapitány.